elkészítve, stetoszkóp sterilizálva. Ez a fél nyolcas vizit dr. Dézsi Csaba Andrással. Jó reggelt mindenkinek, ahogy a szignál is mutatta, bizony nekiindulunk a mai vizitnek, és itt van velünk a város első embere. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Polgármester úrra, vágjunk bele a sűrűjébe szerintem. Ismerős szlogen és ismerős arc a Győr Plusz Rádió stúdiójában. Dr. Dézsi Csaba András polgármester idén már második alkalommal vizitált, azaz számolt be a várost érintő hírekről. A műsorban szó volt többek között a tűzifa programról is. Amikor láttuk azt, hogy vágják ki a fákat itt ott, nyilván telepítünk helyette újakat, viszont mi lesz ezzel a fával? És hát megkértem a Győr Szól vezérigazgatóját, hogy ezt adjuk oda azoknak az embereknek, akik rászorulnak, hogy a frissen kivágott fa azért nem alkalmas, de találtunk tavaly kivágott fákat is, illetőleg létrehoztunk egy keretet, és az lesz, hogy 6 köbméter fát adunk minden olyan családnak, aki rászorult, lehet jelentkezni a szociálpolitikai osztályon január végéig, és várjuk mindenkinek a jelentkezését, aki megfelelnek a feltételeknek. Ez fel van egyrészt a Facebook oldalamon is, ez a jelentkezési lehetőség, illetőleg a Győr Plusz oldalán is fenn van, vagy valaki személyesen akar bemenni, vagy telefonon tud érdeklődni. Hideg idő jön, és aki fával fűt, ez egy jó lehetőség lehet. A témák között szerepelt a Lecsere program is, ami úgy tűnik követendő példa más városok számára is. Jó példát követik, úgy tűnik, tehát amikor elkezdnek követni valakit, akkor az mindig sikeresnek tűnik, az is egyébként. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy aki még nem jelentkezett be a Lecsere programba, és nem vette át azt a ledet, ami neki ingyen jár, hiszen mi is ingyen kapjuk, ez egy speciális lehetőség, amit megtaláltunk, és roppant egyszerű, egy 15 perces bejelentkezési procedúra az egész. Nyilván kellnek hozzá objektív számla adatok és számlaszámok, de ez azért kell, mert ez a program ez úgy alakult ki, hogy különböző energia szolgáltatóknak kötelező az energia spórolásért tenni, és erre fejlesztődött ki ez a program, ami egyébként Szentendéről indult, csak aztán, amikor felajánlották több városnak, akkor senki nem hitte el, hogy ez egy valós lehetőség lehet, mindenki gyanakodott, és akkor javasolták azt, hogy keressenek meg engem, és mi belevágtunk, és tényleg működik az egész, és amikor látják már, hogy Győr városában működik valami, akkor természetesen nyilván mások is elkezdték ezt, de sokan sorba állnak még ezért a lehetőségért. 2023-ban elsőként csütörtökön lesz ledosztás, de a munkanapok sorában az utolsó előtti sűrű lesz a városházán is, hiszen maratoni hosszúságú megbeszélést tartanak a költségvetés kapcsán. Dr. Dézsi Csaba András hangsúlyozta, vannak az álmok és a realitások. A realitás pedig az, hogy vannak kötelességek a fenntartás tekintetében. Ilyenek az óvodák, bölcsödék, az idős és szociális ellátás, valamint a tömegközlekedés biztosítása is. Ezek mellett azonban vannak önként vállalt feladatok, amik ugyancsak fontosak, és melyekre szintén áldozni kell. Ilyen a Győri Balett, a filharmonikusok, a színház, a bábszínház, de az Audietto kézilabda csapata is. Egyetlen dolgot figyelnünk kell, hogy a költségvetés egyensúlyban maradjon, és addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. De én azt hiszem, hogy most már miután tavaly elkezdtük ezt, hiszen mi azért korán belekerültünk ebbe az energiaválság szituációba, ez tavaly tényleg sikerült jól megoldani, úgyhogy egy nyugodt karácsonyunk volt, tehát indul az év, de mindenki partner ebben. Úgyhogy már van ebbe gyakorlat az intézményvezetőknek is. Nyilván, amikor azt mondjuk, hogy Győr egy gazdag város, és hát bezzegével kezdődött, mennyi pénz volt, igen, de hogyha valaki megnézi az energiaárakat, akkor az tízszeresére emelkedett fel, ami mondjuk a buszközlekedés esetén, ugye ott nem tízszeres az emelkedés, de 2 milliárd helyett ez most majdnem 5 milliárdba, tehát 2000 millió helyett most 5000 millió forintba fog kerülni. Ez egy nagyon durva, ez egy rettenetesen durva emelkedés. Úgyhogy ebben kell úgy ügyeskednünk, hogy már jó értelembe véve, hogy ki is jöjjünk a büdzséből, illetőleg próbálunk még pénzeket. Egyébként 200 millió forintot szereztünk most az elmúlt hetekben a kifizetetlen számlákkal kapcsolatban. Ügyesek voltunk, hogy nem fizetünk könnyen, és ennek következtében fel tudtunk mutatni olyan számlákat, amikre aztán megkaptunk az állami támogatást, hogy szépen apránként haladunk, hát apránként 100 millióként, de hozzuk be azért azokat a pénzeket, amiket lehet. A városvezető szerint Győr tehát felvette a kesztyűt, igyekeznek mindent úgy intézni, hogy az a győriek számára a lehető legjobb legyen.